Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Most megtekintjük azt, mi várható a pénteki napon. A felső kép mutatja a fő témát a pénteki napon. Ez lehet egy iskola vagy egy képzés. Itt ez a diák elbúcsúzik a meistertől, természetesen ez mutathatja az élet szituációnkat, amikor valamitől elbúcsúzunk, és ez jelenti az élet iskoláját. Mégpedig azt, hogy a múltban hibáztunk, nem tudtunk olyan döntéseket hozni, ami számunkra előnyös lett volna, mások kihasználtak bennünket, de mi a mai napon megértjük azt, mennyire volt ez fontos számunkra, és mit tanultunk ebből. Akkor is, ha minden jelen pillanatban nehéz és a feje tetejére állt, és úgy érezzük, hogy elveszítettük a talajt a lábunk alól, amit a második kép mutat, de ezt meg lehet fordítani, és akkor másképp látjuk ezt a helyzetet. És a harmadik kép utal egy győzelemre, akkor is, ha a múltban minden olyan nehéz volt, sokat kellett, hogy tanuljunk, és minden olyan felfordulva volt, de itt lesz egy kiút. És most megtekintjük azt, mi várható a szombati napon. A felső képen láthatóak a kelyhek. Ezek érzelmekre mutatnak. Ez lehet a ti tartásotok, hogy elfordultok valamitől vagy valakitől, és szeretnétek lezárni a múltat, de lehet valaki más a ti környezetetekben. Ez a személy nem látja a jövőt, jelen pillanatban még befele tekint. A második képen látható egy király. A kezében van ez az arany kehely, ami az érzelmekre utal. Itt fontos kezünkbe venni a dolgokat, és az érzelmekre hallgatni. Mindaz, ami fáj, ezektől a könnyektől elbúcsúzni, a belső nyugalmat megtartani, és tervezni a jövőt. Mert itt lesznek változások, amit ez a lovas kocsi szimbolizál, itt lesz egy új irány. Ez a fehér ló előre viszi az eseményeket. A fekete ló az olyan, mint egy fék, mert a szimbolizálja a félelmeket, és ha félelmeink vannak, akkor nem megy tovább. Tehát át kell tenni magunkat a félelmeken, a bizonytalanságokon, és mindazt lezárni a múltból, ami bennünket elszomorít. És most megtekintjük azt, mi várható a vasárnapi napon. A felső képen látható egy szerelmes pár, és az szerencsét hoz a párkapcsolat területén. Ezt megerősíti a második kép, mert valaki átnyújtja a saját kezével ezt az aranykelyhet, ami az érzelmeket szimbolizálja. Ez a szerelmes pár tulajdonképpen egy párkapcsolatra utal, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. Mind azt, amit szeretünk, ami bennünket lelkesít. És akkor ez a kehely mutatja a belső hangunkat, az intuíciónkat, és a harmadik kép kihat a munkára. Tehát nem csak a szerelem témája áll a középpontban, hanem a hivatásunk is.
A harmadik kép azt jelenti, legyünk még kicsit türelmesek, amíg rendeződnek a dolgok, amíg megtaláljuk a hivatásunkat, és rendbe tesszük az anyagiakat, mert ezek az arany kelyhek itt ezen a harmadik képen mutatják az anyagiakat is, és ezen dolgozunk. Persze jelenti az értékeket is, a belső értékeket is. Ez a párkapcsolat, ez a szerelem, ez értékes számunkra. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom. De amire még felhívnám a figyelmeteket, a Facebookon van két oldalam. Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Itt a másodikon, tehát a Dendera Susanna Medici oldalon naponta leírom, hogy mi várható a maja naptár szerint. Nem csak a napi energiát, hanem azt is, mikor indul egy új hullám vagy rezgés. A maja naptár szerint ez mindig 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. És azt is közlöm veletek, ha egy új rezgés indul, hogy mi a fő téma a következő 13 napban. Ebben a maja naptárban nyílnak égi kapuk, amikor a mi földünk a plejádok felé tekint. Ez egy finom energia mező. Ezt is közlöm veletek itt ezen az oldalon. December hónapban kétszer nyílik egy égi kapu a plejádok felé, 14-én és 15-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!